kameracsapdákkal, vadkamerákkal figyeljük a bölények életét, különböző pontokra helyezzük ki ezeket itt a területen, annak érdekében, hogy rögzítsék, hogyha ott mozognak az állatok. 2-3 kamerával dolgozunk, és tulajdonképpen a területen a teljes őrségi vadállomány előfordul. Az európai bölény a kontinens legnagyobb testű szárazföldi emlőse. Marmagassága meghaladhatja 190 cm, a bikák tömege pedig akár 1 tonna is lehet. A különleges állat néhány példánya Magyarországon egyedül az Őrségi Nemzeti Parkban figyelhető meg vadon körülmények között. Az európai bölények vad állatok, ami azt jelenti, hogy nem háziasíthatók, tartják az embertől a távolságot, és ennek következtében aztán az ide való telepítésük is egy meglehetősen kalandos mutatvány volt, hiszen egyesével kellett őket kábító fegyverrel elkábítani, elaltatni, és így ezt követően lehetett őket a területre szállítani. A mi fő motivációnk elsősorban az volt, hogy nézzük meg, hogy egy nemzeti parki területen belül, hogyha az ember kivonul bizonyos területekről, nem kezeli azt, akkor a természetes rendszert hogy tudjuk minél jobban helyreállítani. Ennek érdekében alakítottunk ki egy 90 hektáros vadon területet, amelyen megszűnik fokozatosan minden emberi tevékenység, és az európai bölények, illetve a hozzá hasonló állatok fogják alakítani ezt a tájat. Ezek a csonkok, ezek ugyanolyan álló éger sarjak voltak, illetve magoncok, mint amik itt vannak mellettünk. Az ilyen sűrűségeket kiritkítják, úgyhogy így tudnak kialakítani nyílt területeket az zárt erdőkön belül, szóval hogyha ők itt nem lennének, semmi nem legelné ezeket a nyílt területeket, akkor itt 100%-ban erdő borítana mindent. A bölény esetében mind a tehenek, mind a bikák fejét szarv ékesíti. Talán ennek is köszönhető, hogy ahol megjelennek, ott a legelők uraivá válnak. Ezen a területen sevaszki vadlovak is élnek, együtt a bölényekkel, és hát megtapasztaltuk az elmúlt 2 évben, hogy közöttük egyértelműen a bölény a domináns. Akkor, amikor naponta egy alkalommal szemes takarmány, zabot kapnak táplálékul a bölények, akkor a lovak először megvárják, hogy a bölények jól lakjanak, és ezt követően jönnek ők a takarmány közelébe. Korábban az európai bölény szinte az egész kontinensen, így a Kárpát-medencében is megtalálható volt, míg nem az 1920-as évek végére a vadon élő állomány teljesen kihalt. A kipusztulásának az elsődleges oka a élőhelyének a beszűkülése, ahogy az emberi kultúra, az emberi civilizáció terjedt, úgy szűkült ezeknek az állatoknak az élőhelye. Az utolsó vadon élő állat a Kaukázusban pusztult el 1927-ben. Állatkertekben hál' Istennek volt még állomány, és a Lengyel Tudományos Akadémia úgy határozott, hogy megmenti ezt a fajta kipusztulástól. Ekkor gyűjtötték össze azt a 12 egyedet, és kezdték tudatosan szaporítani, amely a mai élő bölényállomány alapját jelenti. Fontos az európai bölény megmentése, megőrzése, és minél több területen, minél több populációban egymástól függetlenül él ez az állat, annál nagyobb a valószínűsége, hogy sikerül fenntartani, hiszen ő egyszer már kipusztult a vadon természetből, és a mai itt élő ember nem tanulta már meg, hogy kellene vele együtt élni, úgyhogy ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy kerítésen keresztül ismerkedjünk vele, tanuljuk meg a szokásait.